A kórház új belgyógyászati tömbjének alapkövét még 2022. márciusában tették le, az építkezés 2023-ban indult meg, szeptemberben pedig már az épület elérte a legmagasabb pontját. Magyarország kormánya még 2015-ben indította el a Modern Városok programot, ebbe a koncepcióba került be Székesfehérvár önkormányzata és Cserpalkovics András polgármester kezdeményezésére a Szent György Kórház újabb fejlesztési üteme. A több mint 16 milliárd forintos támogatással zajló nagyberuházás eredményének köszönhetően még modernebb és teljesebb körű gyógyítási munka valósulhat majd meg, szolgálva a fehérváriakat és az ellátási területen élőket. A kórház új tömbjében az infektológiai, a pulmonológiai és az onkológiai osztály, valamint a hozzájuk kapcsolódó ambulanciák kapnak helyet. A több mint 6100 négyzetméter hasznos alapterületű háromszintes épületben összesen 64 darab egy vagy kétágyas, önálló vizes blokkkal rendelkező akadálymentesített kórtermet alakítanak ki. Az L-épületben mára bekerültek a belső nyílászárók, elkészültek az elektromos és gépészeti szerelvényezések, a butorbeépítések, valamint a helyiségek festése is véget ért. Elkészültek a liftek és az elhelyezés utáni szükséges szakipari munkálatok is. Véget értek az előtető lakatos szerkezeti munkálatai a külső homlokzaton, és térkő fedi az L-épület főbejárata előtti parkolót és a 40 fős parkolót is.